Rekonstruálták a 2006-os TV-székház ostromát az ügyben indított büntetőper tegnapi tárgyalásán. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a szakértő a többi között a Hír TV felvételei alapján azt mondta, legalább 300 rendőr állt a vezetők rendelkezésére, akik megakadályozhatták volna a székház elfoglalását. A vád szerint az ügy 14 vádlottja, köztük Gergényi Péter volt budapesti, és Bene László egykori országos rendőrfőkapitány előjárói intézkedés elmulasztása miatt vonható felelősségre. Gyurcsány Ferenc alig várja, hogy a bíróságon is elmondhassa, 2006-ban puccskísérlet történt egy törvényesen megválasztott kormány ellen, nyilatkozta a Demokratikus Koalíció szóvivője az Origónak. Gréczi Zsolt azt mondta az internetes portálnak, hogy a volt miniszterelnök ott lesz március 9-én a fővárosi törvényszéken. A Magyar Nemzet írta meg, hogy a volt miniszterelnököt is tanúként hallgathatják meg a véres tömegoszlatásokról a rendőri vezetők büntetőperében. Aznapra kap idézést Lázár János kancellária miniszter is, aki 2006-ban az Országgyűlés Rendészeti Bizottságát vezette. Szintén tanúként hallgatja majd meg a törvényszék Göncöl Katalint, a 2006-os eseményeket vizsgáló kormányzati bizottság elnökét, Balsai István alkotmánybírót, egykori miniszterelnöki megbízottat, valamint Gaudi Nagy Tamást és Morvai Krisztinát, a civil jogász bizottság egykori tagjait.